Gyere! Gyere, Valuka! Gyere, Bianca! Boldog gyerek Zsivaj a kincskereső óvodában. Meg annyi játékkal és óvodai fejlesztő eszközzel gazdagodott ugyanis az intézmény az elmúlt időszakban. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet a helyszínen tartottak szeptember 6-án. Kis Attila polgármester elmondta, az elnyert pályázati forrásból nem csupán eszközöket és játékokat szereztek be az intézmény apróságai számára, hanem kirándulásra és kulturális programra, gyerekkoncertre is jutott. A városvezető kiemelte az intézményben folyó magas szintű szakmai munkát és azt az összhangot, amely során a szülőkkel és az önkormányzattal együttműködésben valósítják meg elképzeléseiket. Óvodába, bölcsődébe, iskolába mindig szeretünk menni, hiszen gyerekeket, diákokat látunk, és főleg amikor adni tudunk nekik nem hosszú beszédeket, hanem kézzelfogható tárgyakat, játékokat, eszközöket, fejlesztő eszközöket, az óriási öröm látszik az arcokon, a gyermekek arcain, és hát ráadásul ugye itt azért olyan gyermekek vannak, akik nem biztos, hogy otthon is megkapják ezeket a nagyszerű játékokat, ezért is tartom ezt a programot, az esélyteremtő óvoda programot nagyon jó ötletnek, hogy dicsérjem itt a kezdeményezés, de tényleg nagyon jó, hiszen az országban több száz olyan óvoda csatlakozott, illetve hát pályázati formában nyertek és csatlakoztak ehhez a programhoz, ahol most azért közel 1 millió forint értékű játékot, eszközt, fejlesztő eszközt kaptak, még most minden nem érkezett meg, ahogy Erdősné óvodavezető azt, hogy Marika elmondta, de rövidesen minden meg fog érkezni, és a gyermekek, óvodapedagógusok rendelkezésre fog ez állni. De ez a program nem csupán ebből áll, ez egy közel 3 éves pályázat, 2017. szeptember vége felé indult el, és jövő év 2020 nyaráig tart, és ezen belül kirándulások vannak, Diósgyőrben, Lilafüreden voltak a gyerekek, ahogy hallom Marikától, nagyon nagy élmény volt nekik, Diósgyőrben és Lilafüreden mindenki szeret elmenni szerintem, és hát nyilván a gyermekek is örömmel mentek, és hát a legfontosabb az, amikor az arcukat látjuk a gyerekeknek, amikor rápattantottak a kis biciklire, a rollerre, a kis motorra, erre-arra, óriási öröm van a kis arcukon. Ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy a gyermek szeressen óvodába, iskolába járni, az óvodapedagógusok, a pedagógusok az iskolában pedig olyan környezetet tudjanak, olyan szellemi és környezetet és szeretetet, hátteret tudjanak biztosítani a gyermekeknek, hogy a gyermek ne szorongjon, ne féljen az iskolába vagy az óvodába menni, hanem örömmel legyen ott, és aztán amikor megy haza, akkor elmesél a szülőnek, hogy ma ez történt, ma ilyen finomat ettem, vagy ez volt, vagy az volt. Tehát én nagyon örülök, amikor ezt a programot látom, és bízom benne, hogy a következő szűk egy évben még több olyan pillanata lesz ennek a pályázatnak, ami az itteni gyermekek, és nyilván áttételesen a szülők számára is kellemes perceket, vagy órákat fog okozni. Nagy József önkormányzati képviselő örömét fejezte ki az eszközbeszerzéssel kapcsolatban, amely révén még komfortosabbá vált az óvoda a gyermekek számára. Erdős Imréné intézményvezető kiemelte, az eszközbeszerzés jelenleg is folyamatban van, de az udvari játékok, így a futóbiciklik, triciklik és rollerek már most nagy örömet jelentenek a kicsiknek. Úgy válogattuk össze az eszközöket, ami a gyerekeknek a szükséglete, és igyekeztünk kihasználni azt a lehetőségünket, hogy azért 1 hektáron vagyunk, és a gyerekeknek a mozgásigényét az maximálisan ki tudjuk elégíteni, de hát ugye ehhez eszközök is kellenek. Ebben segített az a pályázat, mert egy-egy eszközt meg tudunk vásárolni, de egyszerre 27-et azt soha nem tudtunk még megvenni, és ez azt fogja jelenteni nekünk, hogy minden gyerek a nap bármely szakában, amikor az udvaron vagyunk, tud ezekkel az eszközökkel hát mozogni, játszani, hiszen a kisgyereknek életeleme a mozgás. Ezen kívül, ha jól tudom, a pályázat tartalmazott még egyéb programok megvalósítására szóló lehetőséget is tulajdon. Természetesen most ugye elsősorban a mozgásfejlesztőről beszéltünk, de még az egyéb fejlesztő eszközök, amik csoportszobaik nem érkeztek, még nem valamennyi érkezett meg. Volt benne egy kirándulás a nyár folyamán, Diósgyőri várat néztük meg, ezt finanszírozta ez a pályázat, az óvoda pedig a kisvasútnak az árát finanszírozta, így Lilafüred
Szentendrére átmentünk és visszajöttünk kisvasúttal a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy maradandó élményt kaptak ezek a gyerekek, illetve a szülők is láthatták azt, hogy nagyon vigyázunk a gyerekekre, reméljük a további kirándulásoknál is fogják engedni a gyerekeket. Szeptember 17-én megyünk Grillus koncertre, amit szintén a pályázat finanszíroz, és én igazából azt is fontosnak tartom elmondani, hogy sokszor éri a vád a pályázat kihirdetőit, hogy nem jutnak el a felzárkóztatási pénzek azokra a célszemélyekre, nevezetesen a gyerekekre. Hát most azt hiszem, hogy ma láthattuk, hogy igen, eljutnak, és mekkora örömet okoznak.